az Úr házában álltok, alleluja! A mi Istenünk házának tornáhat szaléban. Ebédosztás előtt liturgikus énekeket hallhattak szombaton a Vojtila ház szegényei, a kecskeméti görög katolikusok, Rádi Dávid papnövendék és Fecák László Miklós gyülekezeti tag előadásában. A közösség, amely 2008 óta szervező lelkészséggel működik városunkban, Fecák László lelkész vezetésével a népszámlálási adatok szerint közel 500 tagot számlál. Saját templomuk még nincs. Vasárnaponként 10 órától a görög katolikus szent liturgiának a Szent Család plébánia ad otthont. Hétfőn, kedden és szerdán pedig reggel 8 órakor a Barátok templomában tartják a köznapi liturgiákat. Igyekszünk minél többet segíteni. A rendszeres egyházi gyűjtéseket természetesen a központba azt mindig beküldjük. Talán nekünk ez a legegyszerűbb, hiszen nincsen még olyan intézményrendszerünk, ingatlan rendszerünk, amiben ezt le tudnánk bonyolítani, és amennyiben segítséget kérnek tőlünk, akkor mindig nyitottak vagyunk rá, így a Karel Vojtilát is örömmel és szeretettel támogatjuk az erőnknek megfelelő mértékben. A hívő közösséget Fecák László szervező lelkész mellett még 9 gyülekezeti tag képviselte. Varga Lászlóné verssel is megörvendeztette a Vojtila ház vendégeit. Menüként csaknem 100 adag paprikás krumplit szolgáltak fel debreceni kolbásszal, amelyet a Karol Vojtila Barátság Központ önkéntes szakácsa Kati néni készített el a görög katolikus közösség felajánlása jóvoltából.